Megtelt élettel a bátaszéki Petőfi Művelődési Ház. A Felvidéki Néptánc Egyesület idén ünnepli a 20. születésnapját. Egy rendezvénysorozatot terveztek egész évre, de a koronavírus helyzet miatt az első alkalom elmaradt. Nagyon hálásak vagyunk Szegedi Dezsőnek, aki egyébként bukovinai székely. Ő népi gyerekjátékokat hozott nekünk az udvarba, és a gyerekek és a szülők is, tehát felnőttek is nagyon-nagyon nagy kedvel, lelkesedéssel játszottak. Közben a lányaink, asszonyaink a kenyérlángost sütöttek, azt lehetett tenni, inni is lehet. Eredetileg a Bátaszéki Tájházban lett volna ez a programunk, de az időjárásra való tekintettel nem mertük megkockáztatni, hogy ott megtartsuk, áll a színpad, forró volt a sütő, tehát minden készen állt arra, hogy a vendégeket ott fogadjuk, de hát ugye a hangszerek miatt sem, tehát ha csak egy zápor zivatar elmosott volna minket, ugye nagyon sok a kisgyerek, rájuk is gondolva, zenészekre, hangszerekre is gondolva, úgy döntöttünk, hogy a Művelődési Házban tartjuk a programot. A program délután 5 órakor kezdődött, gyerekeknek tartott koncerttel, utána meghozták az asszonyok a frissen sült kenyérlángost, népi játékokkal játszhattak az udvaron. Ez alatt hangbeállást tartott a Parapály zenekar, aki 19 órától kezdett koncertet a Gócs Gergely közreműködésével. A feladás óta nekünk is ez az első koncertünk. Ezt már jó rég elkezdtük szervezni, az idejét sem tudom, de valamikor január környékén, sőt nem, hanem a tavalyi évben kerestek meg az ősz folyamán az Egyesületnek az elnökségi tagjai, hogy szeretnének minket meghívni, ugyanis ők Felvidéki Néptánc Egyesület, és kimondottan egy felvidéki koncertet szeretnének tőlünk hallani, ennek nagyon megörültünk, és így egyébként is bárhova nagyon szívesen megyünk muzsikálni, nem csak felvidéki dallamokat játszunk, hanem a Kárpát-medencéből mindenhonnan játszunk magyar népzenét, autentikus magyar népzenét, de így azért egy picit a szívünk csücskébe ropták magukat, hogy külön felvidéki anyagokat kértek tőlünk. A felvidéki jellegéből kifolyólag természetesen azokat a hangszereket igyekszünk megszólaltatni, amik a Felföldnek a hagyományos népi kultúrájában jelen voltak. Ezekbe benne beletartoznak a vonós bandák, a vonós banda hangszerei, hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom, továbbá egy kis érdekességnek a Gócs Gergely kanásztülköt és flótát is meg fog szólaltatni. Duda is hangzásra kerül, és a tárogató sem maradhat ki a repertoárból, ugyanis ez a Gömörnek és a Felföldnek az egyik legjellegzetesebb hangszere. A Gócs Gergely elmondta, hogy szerinte mekkora kincs az, hogy a bátaszéki, felvidéki származású emberek így összetartanak és ápolják a hagyományt. Az, hogy itt a felvidéki származású emberek együttest alakítottak, hatalmas dolog. Nem tudom, van-e máshol a világon erre példa. Mert az, hogy székelyek, hogy csak úgy magyarok Londonban, Amerikában, Ausztráliában, mert ők magyarok. Olyat is tudok, hogy mert ők székelyek. Olyat, hogy ők felvidéki származásúak, olyat nem tudok, hogy erre való hivatkozással ők egy egyesületet alapítsanak, és kifejezésre juttassák az érzéseiket azon a kulturális örökségen keresztül, amelyiket a felvidéki ősöktől talán megörököltek, vagy amit felvidéken a magyar népzenekutatók, néptánckutatók dokumentáltak. Ilyet nem tudok még egyet. Tehát nincs kizárva, hogy az, ami itt Bátaszéken történt, az egyedülálló dolog a világon. Az, hogy ez létezik, hogy a történeti Felföld különféle tájairól származó magyarok összefognak, és felmutatják ezt a közös örökséget, az számunkra nagyon fontos, és itt Bátaszéken ennek nagyon szép példáját látjuk, és én ezért vállaltam nagyon nagy örömmel ezt a meghívást, és nagyon remélem, hogy ez majd a ma esti koncerten is
értékelhető, minőségé formálódik. Én csak remélni tudom, hogy a döntéshozók egyszer felismerik, hogy ez mekkora érték, és elkezdik ezeket a mi törekvéseinket, ezeket a tevékenységeinket a saját megérdemelt helyükön kezelni. A Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesület igyekszik mindent megragadni, hogy ők se és gyermekeik se felejtsék el, honnan is származnak. Az elmaradt 20 éves jubileumi programjaikat ősszel fogják bepótolni. A járványhelyzet miatt elmaradt programjaink előre láthatóan október 16-án és 17-én kerülnek majd megrendezésre. 16-án pénteken lesz a jubileumi gála műsorunk, ahol az Egyesület tánccsoportjai mutatkoznak meg. Szombaton, 17-én ismét a gyerekekre, ugye hál' Istennek nagyon sok gyerektáncosunk van, és mindig próbálunk nekik is kedvezni. 17-én szombaton délután a Kutyonfitt Társulat jön nekik egy előadást bemutatni, és 17-én este a felnőtteknek a hagyományosan megrendezendő felvidéki bál kerül megrendezésre. Olyan tervekkel és reményekkel, hogy az egykori tagok is visszajönnek, tehát mindenki, aki egykor tagja volt az Egyesületnek, a tánccsoportnak, az eljön, és akkor együtt mulatunk és nosztalgiázunk egy kicsit. Mai este azt lehet mondani, hogy a veszélyhelyzet befejeztével az első olyan alkalom, amikor Bátaszék népzenét szerető közönsége együtt tudott lenni, és ennek apropója az, hogy ebben az esztendőben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját a Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesület, akik azzal a célra jöttek létre 20 évvel ezelőtt, hogy azokat a hagyományokat próbálják ápolni, amelyeket őseik hoztak ide Bátaszékre, hiszen a II. Világháború után a kitelepítés következtében közel 70 felvidéki család érkezett ide Bátaszékre, talált magának új otthont, és azóta itt élnek közöttünk. Színesítik a mi kultúránkat, azt a kultúrát, amit a Bátaszéken élő magyarok, a Bátaszéken élő svábok, és a felvidékiekkel együtt érkező székelyek hoztak ide hozzánk. Most már egy kicsit keveredtek a szokások, már nem is biztos, hogy nagyon tudjuk, hogy mi igazán felvidéki, mi igazán székely, de egy biztos, hogy örülünk egymásnak. Gratulálunk a Felvidéki Néptánc Egyesületnek a 20 éves jubileumhoz. Tudomásom szerint még ebben az esztendőben egy-két alkalommal lesznek rendezvények, mely ez az esemény, ez az ünnephez kötődik. Bízom benne, hogy az elkövetkező időszak az már tényleg arról tud majd szólni, nem csak a néptánc és a népzene tekintetében, hogy újra közösségben tudunk együtt lenni. Kucuka manga, híza nagra, máj levaga, kundas balta, mert a kundása, mind bocskorba, valamban a tarisznyaja, tarisznya bázsacskó pipa, hátom még a cifra bunda, de tarisznya bázsacskó pipa, hátom még a cifra bunda.